Benne a tilos rádió, és benne a szopó lélegző. Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a tilos rádió, benne pedig a szopó lélegző, a tilos rádiónak a hullámhoz tartománya. Azt nem tudom, azt számítsák ki azok, akik tudják a fénysebesség pontos értékét, de a frekvencia az 90,3 MHz, a frekvencia modulált sávon adunk. Ez a húsvéti adásunk, húsvét hétfőn hallatszunk, de ez nem azt jelenti, hogy bent vagyunk a stúdióban, mert ez egy konzervadás, hiszen locsolkodni vagyunk éppen. Vagyis hát, ahogy ezt lehet itt ebben a járványhelyzetben végrehajtani, úgyhogy nem is adok adástelefonszámot, az én nevem Dr. MZ per X, és a többes számot viszont az indokolja, hogy itt vannak velem a vonalban az állandónak tekinthető szakértő vendégeink, Pál Andris és Werner Norbi. Sziasztok! Sziasztok! Jó reggelt, sziasztok! És ugye 2 héttel ezelőtt, amikor legutóbb volt Szokolébresztő, amiben egyébként ugye Suminszky Nándor volt a vendég, akkor az annyira friss hír volt ez a dolog, hogy konkrétan az adás előtt 1,5 órával indult el Bajkonurból a Szajusz 2.1 hordozó rakéta fedélzetén nagyon sok egyéb teher mellett az általatok fejlesztett műhold, a GRB Alpha, és amikor volt az az adás, akkor még nem is tudtuk, hogy egyáltalán a műhold az bejelentkezik-e, hiszen az még aznap később este történt meg, hogy tényleg igazolódott, hogy a műhold az remekül működik. De azóta ez megtörtént, és akkor már akkor megígértük, hogy akkor a következő adásban, ami a mostani, majd visszatérünk erre. És hát nagyon gratulálok az egész csapatnak, meg nektek főleg, mert hát a szokolébresztő kedvenc műholdja, az amennyire mi tudjuk ezt, ugye tökéletesen működik, bármint a mi alatt ugye a nagy közönséget értem, mert most ebből én nekem sincsenek bennfentes információk, na de majd most lesz. Szóval meséljetek arról, hogy hogyan telt az elmúlt 2 hét, és hogyan működik a GRB Alpha, és még az sem ártana, hogyha emlékeztetnénk a hallgatóinkat, hogy tulajdonképpen ez a pici műholdacska, ez mit is, mit keres odafönt, és mi neki a dolga. Na, Norbi, mit keres odafönt? Hát először is kijavítom Mikit, mert nem kellett estig várnunk a bejelentkezésre. Már délután 1 órakor tudtuk, hogy a műhold él, mert rádióamatőrök Ausztráliában fogták az adást, fogták a morzéjelet, amit a műhold sugárzott, úgyhogy az alapján tudtuk, hogy ez a GRB Alpha, mert azt morzézte, hogy Hello Föld, ez a GRB Alpha, úgyhogy nagyon-nagyon örültünk már délután 1-kor. De az való igaz, hogy az első interaktív kapcsolatfelvétel az viszont az esti órákban történt meg, amikor ugye a műhold fölemelkedett, vagy följött ugye a Európa fölé lényegében. Igen. Tehát ott már tényleg kellett egy kicsit várnunk, mert ugye eddig azt tudtuk, mármint ugye délután 1-től, hogy a műhold az működik, meg a műhold az ad. Uh-huh. És akkor már csak ugye az volt a kérdés, hogy a műhold vajon veszi az adást, és akkor kiderült, hogy tényleg veszi az adást. Hát igen. És tulajdonképpen mi volt, tehát ilyenkor csak a műhold csak ilyen egészségügyi adatokat küld, vagy konkrétan a tudományos eredmény? Tehát ugye eleve, hogy mi a tudomány, ugye ez a kérdés így elegánsan ki lett kerülve, hogy mit keres odafont a műhold, ugye? Vagy, tehát a lényeg az, hogy a műholdnak ugye a kis szívelelke az egy gamma detektor, aminek az elkészítéséről egyébként korábban már meséltetek egyrészt egy régebbi adásban, aminek ugye az a feladata, hogy nagy energiájú fotonokat, gamma fotonokat detektáljon az eszköz, és persze volt némi aggodalom részletekről, nem tudom mennyire komolyan, hogy a meglehetősen nagy rázkódással járó felbocsátást azt mennyire bírja ki ez a kis kristály, de hát úgy tűnik, hogy jól, tehát már a tudományos adat is jön már, vagy ez hogyan van? Illetve hát eleve például ez a gamma detektor, ez milyen időközönként detektál bármit? Tehát, hogy mennyi gamma foton van? Tehát, hogy kell elképzelni ezt, hogy mi jön onnan le, amiből tudomány lesz? Na hát ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye itten arról van szó, hogy valójában túl sok adatot is le tudnánk hozni, azonban hát ugye mégiscsak pici műhold messze van, gyorsan repked, hát azért ez annyira nehéz, tehát azért nekünk eléggé ki kell válogatni, hogy mit hozunk le. Ugye ami biztos,
ami már ténylegesen egy lezárható eredmény, hogy maga a detektornak a fokozása az megvan, abban tudjuk mérni a hőmérsékletet, és ott úgy néz ki, hogy minden rendben van. Uh-huh, uh-huh. Ez kicsit összefügg attól, hogy azzal is, hogy a műhold az hogy forog. Ugye ezt is próbáljuk mérni, ezt nem mi mérjük, vagy nem konkrétan maga mi detektorunk mérjük, hogy a műhold forgását, de azt is sikerült pont ma délelőtti információ, hogy már a forgás az egész kellemesen, durván egy fordulat per perc, vagy egy perc per fordulat, akkor igazából az a jó, hogy mindegy, hogy fordulat per perc, vagy perc per fordulat, sebességgel forog. Az mondjuk egy nagyon jó kérdés, majd tényleg meg kéne néznünk egyszer, hogy melyik tengely körül forog egy perc per fordulattal, vagyis egy fordulat per perc, de az még odébb van. Ugye most itt készítjük elő mi is azokat a szoftveres frissítéseket, amiket korábban már beszéltük, hogy hát igen, az valójában az az egyik első dolgunk, hogy, és akkor azt elkezdtük itt az elmúlt napokban, hetekben, vagy hát közöttekről pont, hát végülis igen, mert két hét az már egy, kettő, igen, az már többes szám, igen, az elmúlt hetekben ezt elkezdtük előkészíteni, úgyhogy ez szép lassan az is föl fog csorogni, sőt, igazából már nagy része föl is ment, és majd ezzel ténylegesen beindítjuk a tudományos adatgyűjtést. Ugye az, hogy ez kicsit elhúzódik, az önmagában nem akkora tragédia, ez teljesen benne volt a pakliban, mert hogy ugye maga a mostani szoftver, ami fut a műholdon, az tulajdonképpen képes tudományos adatgyűjtésre, tehát nem ezzel van nem ez a szűk keresztmetszet, hanem a szűk keresztmetszet, az hogy hozzuk le hatékonyan. Na és akkor itt tulajdonképpen itt volt egy kis hiányosságunk, hogy ez nem lett kellően hatékonyra megtervezve, de ettől függetlenül, ami meg igen, az meg ott úgy néz ki, hogy minden működik. Most egy ilyen kommunikációs ablak, az ugye nagyjából 10-12 perc, ugye? Tehát amíg a légkör áthalad. Most amit hallatszik talán, az konkrétan egy ilyen morze jel, ami, ez az, ami ezek szerint azt mondja, ez egy Ann Arborban, tehát ha jól értem, Michigan államban rögzített felvétel, ez még március 22, tehát ez körülbelül a pályára állás utáni egyik első felvétel, amit most hallunk. Tehát ez az, amikor azt mondja, hogy hello Föld, itt a GRB Alpha? Igen. Ez marha jó. És majd itt fogjátok megtanítani neki, hogy egyszer majd azt is lecsipogja, hogy cokolébresztő. Az egyik update-ben. Ezt még ígértük. Pontosan. Egyébként pont ebben a lényeg az update-nek, de között, hogy ezt is le tudjuk küldeni. Itt még azért nyilván egy picit figyelnünk kell, hogy milyen parancsokat kell kiadni itt a műholdon, úgymond házon belül, hogy akkor utána azt mondja a rádió, hogy pirigy. Igen, hát ez tényleg, ez fantasztikus. Szóval csak azt akarok kérdezni, hogy itt nézem, hogy például ez a felvétel, aminek most egy részletét hallgattuk meg, ugye ez nyilván egy átvonulás alatt készült, és ezért ez egy 12 perc hosszú felvétel, tehát akkor kb. Annyival lehet számolni, úgy nagyságrendileg, amíg horizontól horizontig átér egy ilyen cucc. Nem tudom pontosan a pálya magasságot, úgyhogy ezért nem becsültem meg, de hogy így nagyjából egy 10 percnyi kommunikációs ablak van, amiben így lehet küldeni valamit egyszerre? Vagy... Ez ilyen tök furcsa egyébként, mert ezt mi is úgy most kezdjük érezni, vagy megtanulni, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt mondani, hogy igen, tehát hogyha pont a fejünk fölött repül át, akkor az tényleg olyan 10-12 perc, mondjuk 12. Ugye Norbi valami ilyesmiket. Számok jöttek ki, viszont az is érdekes, hogyha mondjuk kb. Egy fokkal jön fel a horizont fölé, ami ugye gyakorlatilag ugye kétszer akkora távolság, mint a napnak vagy a holdnak a látszó átmérője, tehát valójában alig éppen, hogy csak is súrolja ugye a horizont határát, akkor ugye két érdekes tulajdonság van az ilyen átmeneteknek, hogy ahhoz képest, hogy alig jön föl, tehát így gyakorlatilag század akkora perc. Mint viszont az 3-4 percig is eltarthat. Aha. Érdekes, hogy meglepően jó a kommunikáció akkor. Nyilván nem mondjuk azt, hogy 100%-ig tökéletes, de ahhoz képest meglepően jó. Uh-huh. És ott is lehet értelmes adatokat lehozni, sőt értelmes adatokat föltölteni, és ennek úgy tűnik, hogy működnek. Ugye most van egy ilyen érdekes tulajdonság ennek az egész pályának, nem is magának a műhold pályájának, hogy egy nap alatt majdnem pontosan 15-ször kerüli meg a Földet. Egész konkrétan 15,04-szer, vagy 0,5-ször.
Ami ugye azt jelenti, hogy ezek az átmenetek napról napra, ahogy így átmennek az égen, a pályák, mármint ugye ez a műhold sokszor, az így szép lassan eltolódik, de napról napra, vagy egyik nap a másikhoz képest nagyon hasonló. Uh-huh. És akkor így most már egy hét alatt érezzük, hogy hát tényleg az a pálya, ami még egy héttel ezelőtt a fejünk fölött ment el, az most már csak olyan 30 fok magasságra jön föl, de a másik, a következő keringésről pálya, az már egész magasan van újra. Úgyhogy vagy úgy van az, hogy egyszer elmegy a fejünk fölött, vagy nem a fejünk fölött, és akkor előtte is másfél óra van, utána is másfél óra viszonylag alacsonyan, mondjuk egy 8-10 fokos magasságig jön föl. Vagy az van, hogy mint ahogy most pont ezekben a napokban is, hogy kinten is följön egy olyan 30-35 fokra, nyugaton is, másfél órával később ilyen 30-35 fokra, viszont előtte is, meg utána is ilyen 1-2 fokos magasságig, 2-3 fokig magasságig is föl tud jönni, és még ott is el lehet csípni. Ez szóval azért marha érdekes, és ez is szép lassan, hogy telik az idő, így egyre inkább csúszik el. Uh-huh. Na most aztán utána lesz, vagy ilyenek is, és akkor ez jó. Most ugye a ti műholdatokkal együtt állt pályára sok minden, például a Budapesti Műszaki Egyetem Pocket Cube-ja, ugye a Pocket Cube az egy még kisebb jószág, mint a ti cube-szatotok, ami ugye nagyjából egy literes műhold, ugye kis jó közelítéssel egy köbdeciméter, egyszer-egyszer egy deciméteres kis kocka. Két sör. Igen, két sörnyi, pontosan. Abba. Így van. Abba. Ehhez képest ugye a műegyetem egy negyed sörnyi műholdat állított pályára. Negyed sör, ugye? Tehát igen, tehát úgy látom, hogy ebből a Pocket Cube-ból kb. 8 darabot lehetne berakni egy sima cube-szatba, és akkor így jött ki a negyed sör nekem. Na és akkor ugye az van, hogy ők, ugye a Smog 1-nek hívják, ugye nevezzük a nevén a gyermeket, ami az egy az csalóka, mert korábban felküldtek már egy Smog P nevű műholdat, ami a P gondolom a próba verzió volt, vagy ilyesmi, ami konkrétan ugye az földről fölfelé szórt elektroszmog térképet készít el föld körüli pályán, hiszen nyilván most is ugye megy a tilos rádió, meg mit tudom én micsoda, tehát akkor fölfele ugye sugárzunk ki egy csomó elektromágneses hullámot, és ezen a pályán keringve az a kis tetejét eljön. Na most nem is ezt akarom mondani, hiszen most a ti műholdatokról akarok beszélni, csak hát azért nyilván meg kell említenünk, mert hát azért ez egy tök jó dolog. És viszont, hogy ők kiadtak ilyesmit, hogy például aki venni akarja a Smog egy jeleit, annak mit kell csinálni, és kb. Nem is annyira bonyolult módon, tulajdonképpen egy Raspberry Pi felhasználásával, illetve hát jó műegyetemista műholdépítő szokás szerint, ugye egy mérőszalagból összeperhelt műholdvevő antenna segítségével azt állítják, hogy ugye jó eséllyel lehetséges venni a műholdnak a jeleit. Na most a ti országotok, az ha jól látom, az a 437,025 MHz környékén ad. És például, hogyha valaki hallgatóknak, az a tilos rádió hallgatói között vannak ilyenek szép számmal, van valamilyen rádióamatőr vénája, vagy érdeklődése, akkor milyen módszerekkel tudna esetleg nekilátni annak, hogy mondjuk a GRB Alfának a jeleit is tudja venni, illetve például említettétek, hogy a rádióamatőr közösségnek jó voltából tudtátok meg ti is először, hogy él a műhold egyáltalán. Nyilván akkor az adatok begyűjtésében is számítotok a rádióamatőrökre, de ezt hogy kell elképzelni? Tehát ez hogyan működik? Hogy mik vannak ennek bejáratott módjai? Tehát van egy konkrétan CubeSatokra specializálódott rádióamatőr közösség, és akkor felosztják az adatokat valami online adatbázisba, vagy hogy kell ezt így elképzelni? Ez engem nagyon érdekel. Profi műholdaknál, mármint úgy értem a profit, hogy mondjuk a NASA-nak a sok százmilliós műholdjainál, ugye nyilván körbe rakják a Földet, ők saját vevőállomásokkal, meg műholdrendszerrel kommunikálnak, meg minden, de hogy megy ez itt? Tehát, hogy például ti honnan tudjátok meg azt, hogy tehát egyáltalán van-e adatleküldés? Tehát adatleküldéstől csak tudományos adatot csak akkor küld le, amikor mondjuk a ti mérőállomásotok közelében van, vagy folyamatosan megy le, és akkor számítotok arra, hogy mondjuk valaki mondjuk Argentinában begyűjtötte azt, hogy megy ez? Hát
tudományos adatot, azt csak a mi földi állomásunkkal veszünk. Aha. De még ezt akartam mondani, hogy, hogy a műholdon tulajdonképpen két rádió van. Van egy VHF sávban működő rádió, ilyen 145 MHz, 146 MHz környékén, és egy UHF sávban működő rádió, 437 MHz környékén. És amit most csinálunk, az az, hogy, hogy, hogy a műholdnak VHF-en küldjük az adatokat, 146 MHz-en, és a műhold UHF-en küldi nekünk az adatokat. Aha. És így ez optimálisabb, mert VHF-en kisebb a rádiószmog, úgyhogy jobban vesz a műhold, mint UHF-en, mert kisebb a zaj a földről. És van ilyen redundancia is a rendszerben, hogyha az egyik rádió elromlana, akkor ott van a másik, és lehet azt használni föl és le kommunikációra is. Hát ez tök jó. Na jó, jó, oké, de például, hogyha valaki venni szeretné a jeleit ennek a műholdnak, akkor ezek szerint ugye az UHF-ben kell próbálkoznia, amikor venni akar, vagy hát nem is tudom, de akkor... Tehát semmi extra felszerelés, vagy ilyesmi nem kell hozzá, valami dekódoló egység, vagy valami ilyesmi, tehát én tényleg nem tudom. Tehát ezt a morzajelet, ezt értem, hogy bárki tudja venni, mert ez csak egy morzajel, de úgy egyébként például a lejövő adatok, akkor annak a vételében ott nem számítotok arra, hogy random emberek esetleg vehetnek valamit, és akkor azt továbbítják nektek e-mailben, hogy ilyesmi. Ez nincs ez a dolog? Tulajdonképpen rajta van a listán, hogy ilyet is szeretnénk csinálni, igen. Tehát ez konkrétan, ugye nagyjából háromféle módon lehet ez a műholddal beszélgetni, vagy a műhold ez háromféle üzemmódban tud adni, akkor inkább így. Ugye az egyik a morze. Uh-huh. Másik, amit ugye most használunk, ugye magával az interaktív kommunikációra, hogy mi fölküldünk valamit, a műhold válaszol, vagy mi fölküldünk valami kis kérést, és akkor műhold sok adatot leküld, vagy mi fölküldünk sok adatot, mert hogy megy fel a szoftverpisét, és ugye erre is van egy protokoll, illetve tud egy olyan üzemmódot, amit kimondottan az amatőr rádió körökben, beleértve ezt a nagy világméretű hálózatot is, ugye a műholdas műholdvevős hálózatot, és ők is tudják venni. Ez is egy ilyen csomagkapcsolt kis hálózatnak lehet fölfogni, hogy van egy adatcsomag, amit ugye dekódolni lehet, és abban tudunk adatokat még leküldeni. Ugye a műhold maga most is így küldi le a úgymond az életfunkcióiról az adatokat. Aha. Akkor a feszültségek, hogy vannak az egyes eszközök. Itt kimondottan nem a detektorról van szó, hanem a műholdnak a legfőbb egységeiről, amúgy arra a, hogy azt a célt szolgálják, ugye, hogy a műhold egyáltalán működni tudjon, például hogy tápegység, meg a rádiómoduloknak az állapota. Ugye tápegység nélkül, meg rádiómodulok nélkül viszonylag nehéz beszélgetni a detektorról, még akkor is, hogyha a detektor tölti a műholdnak a műhold tömegének mondjuk úgy nagyjából az egyharmadát. Aha. Hát és ez az AX25 formátum, amiben még adatokat lehet leküldeni. Ugye maga a... Ami egy standard protokoll ezek szerint. Most nekem igen, semmit igen, nem mond, igen. De... Aha. Igen. Tehát a CubeSatról lejövő adatok azok általában ebben az a X25 formátumban szoktak lenni, ezek szerint? Tehát ez ilyen általánosan használt valami? Igen. Ha úgy vesszük, akkor igen. Tehát például ebbe a Satnox hálózatba, ugye ami először vette ugye a GRB Alpha-t is, mikor ott valamikor Új-Zéland és Ausztrália között elrepült, és akkor Ausztrália keleti partjáról tudták venni, ahol az első pitty-pittyet kaptuk. Ugye ott is van kimondottan AX25-ös dekódoló modul, tehát hogyha valamelyik műhold AX25-be ad, akkor azt maga a rendszer az képes dekódolni, és akkor gyakorlatilag tényleg e-mailen vagy internet erejének segítségével el tudja továbbítani. Hát ez tök jó.
Töki, na most akkor viszont, oké, eddig mérnökösködtünk, na most akkor villancsuk meg egy kicsit azt, hogy hát itt az asztrofizikusokkal beszélgetek, hát hogy akkor mi a helyzet a gamma égbolttal? Tehát, hogy oké, működik a műhold, na most a gamma fotonok azok jó nagy energiájú dolgok. Általában hogy kell elképzelni, hogy ezt az igen pici műholdat, miközben az univerzum ugye baromi nagy, de a műhold az meg pici. Szóval milyen időkör... Tehát egy nap alatt mondjuk hány beütést érzékel egy ilyen műhold, vagy hogy ezt így lehet-e tudni, vagy vagy a szimulációitok alapján. Tehát hogy kell elképzelni? Milyen mennyiségű, ugye nyilván én úgy képzelem el, ugye józan paraszti észre, hogy az adat, ami itt bejön, az igazából egy időpont, meg egy energia, vagy valami ilyesmi, hogy beütés, és a beütéshez tartozó időpont, igaz? Hogy valahogy én azt hiszem, hogy itt igazából ez a fő adat, de így ez mennyi? Tehát mennyi gamma foton van? A föld körüli pályán ott fogunk mérni egy gamma hátteret. Aha. És ezt úgyhogy állandóan fogunk látni gamma fotonokat a föld körüli pályán, és mivel hogy ez a műhold poláris pályán van, amikor a pólusokon fog keresztül menni, akkor ott ez a háttérsugárzás eléggé változékony lesz. És pont ez a változékony gamma sugárzás, vagy gamma, ez a változékony sugárzás, amit a detektorunk mérni fog a pólusok környékén, ez valószínűleg ellehetetleníti számunkra, hogy ottan gamma fotonokat detegáljunk. Jó, de aztán... nézzük azt a fizikáját ennek? Tehát itt ugye nyilván az van, hogy bejönnek a töltött részecskék mondjuk, igen, és akkor igen. Az erővonalak oda irányítják a sarkok felé, és akkor igen, ott a légkörbe zajlanak mindenféle magreakciók, aminek az eredményeképpen a légkörben keletkezik egy csomó gamma foton? Nem. Itten ezt talán nem jól mondtam. A célunk a gamma fotonok detegálása, viszont szignált fogunk mérni akkor is, hogyha elektronok ütik a detektorunkat, és sok elektron van pont a pólusok környékén. Egy még veszélyesebb hely az a Dél-Atlanti óceán fölötti környék, ahol pedig rengeteg nagy energiájú proton van a Föld ott van a Dél-Atlanti anomália, ugye? Ott az a Dél-Atlanti anomália, igen. Aha. Úgyhogy ott is rengeteg sok beütést fogunk detegálni, pont ezektől a protonoktól. Tehát a föld körüli pályának vannak ilyen részei, ahol nem nagyon fogunk tudni gamma felvillanásokat detegálni. Tehát a detektorunk akkor fogja keresni a gamma felvillanásokat, amikor nem a pólusok környékén repül a műhold, és nem a Dél-Atlanti anomália fölött. Tehát ezek azok a pálya, azok a részei, ahol a háttér eléggé stabil lesz, úgyhogy ha jön egy gamma felvillanás, akkor eléggé stabil lesz, úgyhogy ha jön egy gamma felvillanás, akkor tényleg várhatóan megnő a detegált fotonok száma, és akkor abból fogjuk tudni mondani, hogy aha, itt van egy gamma felvillanás. A szimulációink szerint körülbelül 10 ilyet kellene, ha tudjunk detegálni egy évben. Aha. Valószínűleg, ha sikerül, akkor az első gamma felvillanást azt úgy fogjuk detegálni, gondolom, hogy segítségünkre lesznek a létező nagy műholdak, mint mondjuk a Fermi, és fogjuk nézni, hogy amikor a Fermi detegál egy gamma felvillanást, hogy a GRB alfa pont a pályájának olyan részén van-e, hogy ezt láthatta-e vajon, és ha láthatta, akkor mérte éppen, és ha mért és láthatta, akkor letöltjük az adatoknak azt a részét, és megnézzük, hogy mi is láttuk ezt a gamma felvillanást, és ha igen, akkor majd állíthatjuk, hogy mi vagyunk az első CubeSat, amely mért gamma felvillanást, legalábbis egész biztos az első egy unitos CubeSat. És egyébként ahhoz mit szóltok, ahhoz a dologhoz, hogy ugye nekem is van például olyan volt évfolyam társnőm,
Barta Veronika csillagász ilyen például, aki konkrétan azzal is foglalkozik, vagy foglalkozott legalábbis, hogy például, ha jól tudom, lehet, hogy rosszul emlékszem, de nagyon rémlik az, hogy például a földi villám tevékenység is, tehát ami a légkörben zajlik, is, meg nyilván amúgy persze atombombarobbanások is, de most tekintsünk el, hogy a villámlások is produkálnak ugye gamma fotonokat, például. TGF-nek hívják, terrestrial gamma ray flashes, igen. Igen. Na most... Igen, viszont ezek nagyon-nagyon rövidek. Aha. Ezek ilyen millisekundum időtartalmúak, ezek a terrestrial gamma ray flashes. És mivel, hogy mi nem tudunk olyan sok adatot leküldeni. Nekünk az adatokat binnelni fog kelleni. Úgyhogy a mi adatbinjeink azok nem lesznek olyanok, hogy mi ottan detegálhassuk ezeket a terrestrial gamma ray flasheket. Ez csak akkor lehetne, hogyha úgy döntenénk, hogyha misszió későbbi szakaszában, hogy az egyenlítő környékén, ahol nagy a villámtevékenység, esetleg gyűjtenénk némi olyan adatot, ami olyan felbontással lenne, de nem gondolom, hogy erre képesek vagyunk pont amiatt, hogy nem tudunk sok adatot leküldeni, mert csak UHF-VHF sávban működünk, és ehhez már szükség lenne egy magasabb frekvencián működő rádió S-sávon, amely segítségével sok adatot tudunk leküldeni. Aha, értem. De amúgy érdekelne titeket, tehát nem az van, hogy eleve az orientáció... Igen, természetesen érdekelne, ez egy nagyon érdekes téma. Aha. Hát ezt örömmel hallom, hát érdekes. Na majd azért a Camelot Project, ugye, aminek ez valahogy ugye ez meg is jelent a médiákokban ugye benne volt, hogy a műsorban is többször emlegetett Camelot flottának az előfutára tulajdonképpen a GRB Alpha, hiszen mennyire jó lenne, hogyha rengeteg icipici kis műhold lenne hasonló detektorokkal felszerelve, és akkor ugye az összekorreláltatásából a különböző helyeken és időpontokban beérkező fotonokból a sok műhold által ugye jól lehetne meghatározni, hogy pontosan milyen irányból jön a gamma forrás. De és én eddig azt gondoltam, hogy milyen jó, mert akkor azt majd a csillagászati célokon kívül erre a földi eredetű gamma felvillanások lokalizálására is lehet használni, de akkor ezek szerint ez nem igaz? Vagy esetleg majd ez... Igen, mert a Camelot műholdaknak kell, hogy legyen S-sávú rádiója is. Ja, aha. Mert ott a muszáj lesz olyan felbontással mérni, hogyha lokalizálni akarunk. Akkor ott el kell, hogy érjük a 1 millisekundos felbontást. Ja, értem. Tehát akkor ez tulajdonképpen csak a detektornak a tesztelése, de nem magának a konkrétan a Camelot nál tervezett mérési módszernek a tesztelése ilyen értelemben, mert akkor ezt ezzel a felbontással ilyen módon akkor nem is lehet még tesztelni ebben a formában? Vagy hogy kell ezt így megfogalmazni nekem, hogy érthető legyen számomra? Igen, nem tudunk olyan felbontással készített óriási adatsorokat még leküldeni. Aha, úgyhogy aha. Itten szerintem ez a limitáló faktor. Igazából csak annyival lehet ezt kiegészíteni, vagy egészíteném ki, hogy ugye amiben eddig beletettük a nagy munkát, az lényegében nem is az, hogy most konkrétan milyen tudományos adatgyűjtés, meg módszerek, meg algoritmusokat tudunk a műholdon megvalósítani, hanem hogy ezt mi gyakorlatilag szeretnénk úgymond rutinszerűen, vagy hát nem rutinszerűen, de viszonylag gyakran, ugye pont a korábbi adatoknak megfelelő eredményeknek, vagy hát ottan kiszedett tapasztalatoknak függvényébe frissíteni. Aha. Tehát hogyha úgy gondoljuk, hogy na most akkor megváltoztatjuk az adatgyűjtési módot, de teljesen gyökeresen, tehát ez most így abszolút el nulláról, tehát nem az, hogy van valami algoritmus, amin csak hát egy-két paramétert tudunk tekergetni, de egyébként nem, teljesen gyökeresen, és ebbe beletartozik az is, hogy akár itten mikroszekundum pontosággal próbáljunk kimérni valamit.
Uh-huh. Ez nagyon végletes, csak az persze, az, ahogy Norbi is mondtad, ugye ez baromi sok adatot termel. Tehát nyilván az, hogyha mondjuk van egy földi előtti gamma felvillanás, az azért nem lehetetlen ugye ezzel a műholddal, hogy kimérjük, mert maga az időfelbontása, meg a detektornak a tulajdonság ez lehetővé teszik, csak annyira trükkösen kell valószínűleg megcsinálni ugye ehhez az adatgyűjtést, meg az adattárolást, hogy ezt ténylegesen meg tudjuk valósítani. Most nyilván itt a következő hetekben az a célunk, hogy fölvegyük ezt a hátteret, ugye amit Norbi is mondott, hogy milyen a háttér egyáltalán az egész izében, az nyilván úgy, hosszú, kellemes mérési sorozatokkal, hogy mondjuk egy expozíció úgymond, az mondjuk legyen 10-20 másodperces, tehát úgy kellemes hosszan ugye le tudjuk tapogatni ugye a Föld környezetét, abban viszonylag jó felbontással, energiafelbontással le is megyünk az adatokat, akkor ezt így gyűjtögetjük pár napig, és hogyha ez megvan, akkor levonjuk a tanulságot. Na, milyen a háttér? Na, ez hogyan függ attól, hogy a műhold éppen merre járt? Na, akkor ebből hogyan lehet úgy módosítani az eljárásokat, hogy kisebb legyen az időfelbontás? Na, milyen energiafelbontással érdemes akkor lementeni? És ugye ez mind attól függ, ugye Norbi is mondja, hogy mennyi adatot tudunk lehozni, illetve mennyi adatot tudunk tárolni. Mert hogyha van valami érdekes, ugye mondjuk a Fermi is észre egy gamma felvillanást, de mi arra közvetlenül még nem harapunk rá, viszont cserébe lemérjük, akkor ugye elég csak azokat az adatokat lehozni, mi pont akkor készültek, amikor más műholdak is érték, vagy mi mérték ezt a jelenséget. Tehát, hogy nyilván innen fogunk kiindulni. És akkor utána később megnézzük, hogy ez hogy néz ki, milyen a jel alatt, és akkor utána remélhetőleg egy Magyarország feletti, vagy Csehország vagy Szlovákia feletti átmenet során, vagy kettő ilyen átmenet során szépen föl tudjuk tölteni az új programot, ami már javított változattal, vagy adott problémára optimalizált változattal tudja megcsinálni ezeket az adatgyűjtő eljárásokat. Uh-huh. Itt még hagyd mondjam el azt, hogy a gamma felvillanások a detegáló műholdak általában nem ilyen pályán vannak. Úgyhogy itt már azok a háttérmérések is nagyon-nagyon érdekesek lesznek. És nagyon érdekes lesz ezeket összehasonlítani a szimulációkkal, amelyeket a kollégáink csináltak, hogy mennyire egyeznek ezek a mérések azzal, amit várunk. Úgyhogy ez is már egy ilyen első tudomány lesz. És még itt hagyd mondjam el azt, hogy a GRB alfa az egyik minimum vagy kevés, én nem tudok más ilyen egyunitos CubeSatokról, ahol szoftver frissítést lehet csinálni. A NASA már hosszú ideje így működik, tudjuk, hogy amikor a Persi Mars Rover is leszállt a Marson, akkor az első napok azzal teltek, hogy szoftver frissítést csináltak a Mars Roverben. Magyarul úgy működünk, mint a NASA, nem? Csak kicsiben. Igen, mi is úgy. Végésen programozik, aztán elkezdjük föltölteni az ákombákomot, aztán hajrá. Úgyhogy Andris ezt úgy csinálta meg, mint ahogy a NASA csinálja. Igen, és azt ugye meséltétek múltkor, hogy a másik műholdatok, aminek ugye júniusban várható a startja, a Vzluszat 2, ugye, ha jól tudom, mert mi majd Floridából indul útra. Most már Vandenberg. Igen? Ó, nem már. Ó, hát igen, úgy átlették. Terveztem, hogy elmegyünk megnézni. Hát Kaliforniában nem utazunk. Ó, na jó van. Szóval, oké. Tehát ezek szerint az is poláris pályára megy. Igen. Igen. Na mondjuk az nyilván eddig is így volt, csak igen. Csak ugye meséltétek, hogy újabban már Floridából is a SpaceX-hoz kacérkodott a poláris pálya gondolataival. Ugye, kedves hallgatók, ugye az Amerikai Egyesült Államokból rendszerint poláris pályára a Vandenbergből, Kaliforniából indulnak. Igen, de SpaceX már indított egy pár. Így van. Kuba fölött. Igen, és egyébként most így meglep, mert hát mondtátok, hogy ez is egy kb. Egy poláris pályán kering visszatérve a GRB alfára, de hát egyébként az oroszok sem Bajkonurból szokták indítani a poláris pályás műholdakat, és most meg is általában, ez történt. Igen. Most meg is ez történt, tehát mindegy, hihetetlen időket élünk. Na, szóval, hogy van ez a másik három unitnyi, tehát a GRB alfánál háromszor nagyobb cseműhold, amelyre be szintén bekerültetek, ugye erről már volt korábban adás, meg majd még lesz is. A start időpont amúgy változatlan? Annak? Tehát az oké, hogy Vandenbergről indul, de még mindig azt mondják, hogy június, vagy akkor most egyúttal az is csúszott. Június 15. Június 15, na, nagyon jó. Oké, tehát június 15-én indul,
És, na ezt azért hoztam ide, mert ha jól tudom, már ott is ezt, a, ezt az Andris-féle repülés közben frissítős dolgot fogjátok használni, igaz? Tehát ez, vagyis hát ez a NASA-féle, de szóval, hogy ezt ott is használjátok már, igaz? Igen, ott is ez a terv. Aha. Hát hogyha szerencsések a szerencsés lesz a csillagállás, akkor így mondom, akkor még az is lehet, hogy ugye olyan sokat csúszott a Vezulusat 2-s tartja, hogy ki kell menni majd akkumulátorokat tölteni. Uh-huh. És akkor még lehet, hogy lesz lehetőség ott frissíteni. Ugye ez nem olyan frissítés, nem olyan durva frissítésre kell gondolni, mert itt van egy ilyen előkészítő program, ami igazából csak annyi a szerep, hogy frissítse a főprogramot, meg elindítsa, ahhoz ugye nem nyúlunk, az tabu. Uh-huh. Erről van szó, úgy alakult ki ez a dolog, hogy azért van egy olyan része a programon, amik nem tudunk, és jó, igazából ez se igaz, mert ha nagyon akarnánk, akkor még azt is tudnánk frissíteni, de azt nyilván nem akarjuk, mert az tök jól működik. Úgyhogy ez az elgondolás, hogy azt békén hagyjuk, viszont a főprogramot frissítjük, és nyilván, hogy akkutöltésnél is csak azt frissítenék. És akkor nyilván, hogyha földön ott az ember oda megy egy USB-s drótmadzaggal, bedugja a laptopjába, megnyomja az Enter-t, akkor az pár másodperc alatt frissül. Itt meg ugye milyen hosszú volt, Norbi, amíg föltöltöttük az új bitstreamet, most mondjuk két nap. Aha. Kicsit több, mint két. De ugye mi is közben tanultuk, tehát ugye pont ez volt a lényeg, hogy hát csináljuk így, biztos jó lesz, akkor jó, nem olyan rossz, de csináljuk esetleg kicsit máshogy, mert úgy valószínűleg még hatékonyabb lesz. Aztán kiderült, hogy még az se teljesen hatékony, úgyhogy most ezzel az új javított programmal gyakorlatilag olyan algoritmusokat is fölküldünk, ami még ezt a föltöltést elősegíti, szóval kicsit ilyen iteratív, nem is tudom, hogyan lehet ezt szépen megfogalmazni. Magyarul iteratív. Jó, igen. Hát igen, ez a repülés közben tanulunk című. Hát ez nagyon jó, ez tök jó. Igen. Kezdők vagyunk mi is, egyszerű dolgokból indulunk ki, aztán vagy működik, vagy nem, de úgy eddig nagyjából minden oké. Szóval ez jó. Hát ez rendkívül érdekes. Nem, hogy azt mindenképpen meg akartam kérdezni, mielőtt azért valami más témákba is belemegyünk az utolsó negyed órákba, mert azért mégis történik a dolog a GRB Alfán kívül is az űrkutatásban az elmúlt néhány hétben, és amellett ugye nem mehetünk el szó nélkül, de azért azt mindenképp meg akartam még kérdezni, hogy most a mostaninak ti milyen élettartamot jósoltok. Tudom, hogy természetesen mivel egy először csináltátok, hát ezért nyilván senki nem tudja, de mégis beszoktak mondani valami nominális időtartamot, hogy mi az, amire azt mondjátok, hogy úgy nem lepődnétek meg, hogyha a műhold mondjuk, mit tudom én, két hónap múlva kikapcsol, vagy hogy van ez? Vagy hogy bírja addig, amíg szétne még a légkörben? Vagy mit gondoltok, hogy lesz ez? Hát a nominális életidő az egy év az ilyen műholdaknál. Viszont hát reméljük, hogy tovább fog élni mindegy év. A cseh kollégáink Vezulusat 1-es műholdja már 2017 júniusától van fönt és működik, úgyhogy nem kizárt, hogy a GRB Alpha is így fog, viszont hogy őszinte legyek, én minden napnak örülök. jó, de egyébként a pályamagasság az... Tartós tejet már nem veszünk, de ja, igen. A pályamagasság alapján mit hisztek? Ugye a maszat... 25 év a pályán. Wow, az komoly. Ugye a maszat egy, az első magyar műhold, az ugye szétégett a légkörben, de amúgy végig csiporászott. Tehát ugye az 2015 februárjában küldték fel, az ugyanakkor a műhold volt, mint a GRB Alpha, csak nyilván egy alacsonyabb pályán, mert aztán 2015 januárjában meg ugye akkor volt vele az utolsó kapcsolat, és akkor nem sokkal utána belépett a légkörbe. Valamikor... Hát a GRB Alpha sokáig lesz még fent. Nagyon jó, hát ez nagyon izgalmas. Hát akkor kíváncsi vagyok, ez is egy tök érdekes kérdés, amúgy, hogy meddig bírja egy CubeSat. Ugye annál is inkább érdekes, mert nyilván csillió forintokat vagy dollárokat elkérnek az normális földön is használatos áramkörű elemeknek az űrbiztosnak nyilvánított verziójáért, ugye? Tehát a boltban, amikor megveszitek az alkatrészeket, akkor ez gondolom nem úgy néz ki, hogy az Andris leslattyog a Konradba,
és jó napot kívánok, és akkor vesz egy maréknyi államköri elemet, és azt behegeztitek, és akkor az fölmegy. Hanem hogy ugye itt nyilván egy csomószor olyan alkatrészeket kell válogatni, ami űrbiztos. De ezt akarom megkérdezni, hogy vajon ez mennyire van túltolva? Tehát például, ami alkatrészekből ti ezt összeszereltétek, ezt az űreszközt, az mennyire ilyen, és mennyire simán kereskedelmi forgalomban kapható cucc? Amit, oké, minden kapható, de hogy ilyen külön, mennyiben űrbiztos alkatrészekből van összerakva, és mennyire nem. Tehát hülye a kérdés, mert nyilván működik, tehát űrbiztos, csak azt kérdem, hogy rajta van-e ez az extra plecsni, vagy az van, ami mostanában amúgy kiszokott derülni, hogy egy csomó minden tök jól elműködget az űrben, amúgy is, anélkül, hogy tízszer annyiba kerülne. Ez hogy van? Tehát milyen alapanyagokból épült a kütyű? Ezt még muszáj vagyok megkérdezni. Na hát, erre ugye az a válasz, hogy ugye se nem az egyik véglet, se nem a másik. Mert azon kívül, hogy most űrbiztos, ugye nyilván az is valamit jelent. Az, hogy tudom, mennyi sugárzást bír ki, milyen típusú hibák jelenhetnek meg, mennyi idő alatt gyűlik föl, stb. Ugye az egyik véglet. A másik véglet az tényleg az ember lesattyog a sarki boltba, és akkor az első Raspberry Pi-ból kiforrasztja. Tehát ugye az meg a másik véglet. Mi ugye a kettő között vagyunk valahol. Uh-huh. Akkor úgy mondom, tehát vannak olyan standardek, amiknek megfelelünk, tehát olyan módon választjuk ki az alkatrészeket, mind a passzív, mind az aktív alkatrészeket, hogy megfeleljen ezeknek az ipari standardeknek. És ez egyébként egy viszonylag elfogadott eljárásrend kis műholdaknál, CubeSatoknál. Ez az AEC Q100 meg az AEC Q200-nak megfelelő szabadalom, hát mondjuk inkább szabványnak, aminek ugye megfeleltetett alkatrészeket használ. Nyilván ugye nem csak az alkatrészek számítanak, hanem az a technológia, hogy összeforrasztod, mert lehet a legszuperebb űrálló minden hiper-szuper elektronikát beleforrasztani, hogyha maga a forrasztási eljárás nem jó. Mert mondjuk kiderül az űrben, hogy kicsit úgy bajszosodik a forrasztón, nem annyira egészséges, mert akkor lehetnek rövid zárlatok, mindenféle csúnyaság. De persze nyilván itt is figyelnünk kell arra, hogy milyen technológiákkal dolgozunk. Szóval igen, persze, ez nyilvánvalóan drágábbá, meg lassabbá, meg körülményesebbé teszi a fejlesztést, de hát ez egy ilyen biznisz. Mindenesetre az, hogy most már két hete tökéletesen működik a cuccnak minden a rendszere, azért ez még egyszer óriási gratulációk az egész csapatnak, ez fantasztikus, és tök jó, és hát csak így tovább, és azt hiszem, hogyha igazán nagy ilyesmi jellegű probléma lett volna, akkor az már az első két hétben kiütközött volna, tehát kijelenthető talán, hogy ilyesmi nincs. Ami azért hát mindenképp. Egyrészt bízunk benne, másrészt még a detektor is olyan, hogy mindenből kettő van. Aha. Egyik azt mondja, hogy kütörtök, attól még lehet, hogy a másik az minden nélkül el fog működni. Úgyhogy azért ebbe is bízunk, hogy mondják, ez egy nagy számok törvénye, de valójában nem, mert ugye egy, kettő, sok, hát jó, ez most pont kettő. na figyeljetek, az van még, hogy az eltelt két hétben azért történt ecsmás, amint mondtam, és akkor ugye Norbihoz fordulok elsősorban, mert ami legérdekesebb talán, ami történt, a számomra legalábbis, ugye az a következő SpaceX-féle repülővíztorony felrobbanása, amit ugyan néztünk, de nem nagyon láttunk, mert egy ködös idő volt éppen Boca Chicában, és persze nagyot robbant a cucc. Ugye ez a multifunkcionális jövőbeli űrhajó terv, és nekem általában az a benyomásom az egésszel kapcsolatban, hogy itten túl gyorsan történnek a kísérletek ahhoz, hogy az előzőnek a tanulságait ki lehessen értékelni, ami egyébként nagyon összevág az mindazzal, amit korábban Elon Muskról meséltél. Ugye Norbival van egy talán közös ismerősünk, aki a SpaceX-nél dolgozik, és
hallottunk olyan pletykákat, hogy néha Elon Muskot elég nehéz meggyőzni a fizika törvényeivel kapcsolatban, hogyha a fejébe vesz valamit, akkor bizony van, hogy a mérnököknek hónapokig kell győzködnie őt arról, hogy 2 + 2 az tényleg 4. Tehát, hogy egy kicsit én azt gondolom, hogy valami ilyesmi lehet itt ennél az őrült tempónál, ami megy, hogy itt folyamatosan robbannak föl ezek, ami egyébként egyfelől teljesen normális, hiszen ez egy fejlesztési folyamat, egy soha nem volt még hasonló repülőjármű se, új megoldásuk sokasága van. Másrészt egy normális, hogy felrobbangatnak, másrészt meg egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy azok az 1-2 hetes időtartamok, amik esetleként a tesztek között eltelnek, azok lehetőséget biztosítanak a mérnököknek arra, hogy tényleg tanuljanak a tanulságokból, hiszen már a következő példány rendszerint rég kész van, mire az előző problémáit értékelik ki. Tehát Norbi, hozzád fordulok, mint SpaceX ügyi szakértőnkhöz, hogy most légy ilyen nagyobb kontextusban is értékeld már, hogy mi történik ott a Boca Chicában, és hogy látott ezt az egészet, hogy mi zajlik ott, és miért. Oké. Ez a robbanás, ez engem rendesen meglepett, mert az előző repüléseknél azért láttunk egy fejlődést. Láttuk azt, hogy a rakéta felrobbant, viszont már a következő repülésnél tanultak a mérnökök az előző repülés hibájából, azt megjavították, már a leszállás tovább jutott, és a hiba egy későbbi fázisban történt meg. Úgyhogy látunk fejlődést az előző 3 spaceship repülésnél. Ez viszont úgy látszik, hogy itt a hiba még az első hajtómű beindítása után, ahogy jött visszafelé a rakéta, utána történt a robbanás. Nem tudjuk pontosan, mi történt. Azt tudjuk, hogy nagyon apróra szaggatta a robbanás magát a Starshipet, az eszközt, és némely darab elég távolra repült, úgyhogy itten tényleg egy komoly hiba történt.